Tisztelettel köszöntöm Önöket az Asztali Beszélgetések sorozat és a Petőfi Irodalmi Múzeum nevében. Barátsággal köszöntöm mai beszélgetőtársainkat, Toronyi Zsuzsannát, muzeológust, a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár vezetőjét, és Závoda Pál, Kossuth és József Attila díjas írót, a Digitális Irodalmi Akadémia tagját. Mai beszélgetésünk címe Hajó a ködben, és Závoda Pál legújabb kötetéről fogunk most egy asztal körüli beszélgetést folytatni, majd pedig kinyitjuk az asztalt, és beszélgetés második felében lehetőség lesz kérdések, hozzászólások feltevésére, tehát kérem, hogy így készüljenek. Én Galambos Ádám, evangélikus teológus vagyok. Hajó a ködben címmel jelent meg a Weisz Manfréd család történetét bemutató és az ő kérdésköreit és lehetőségeit körbejáró köteted. És szeretném, hogyha először egy kicsit elhelyeznénk magát a kort és a kötetet, hisz egy gyors felmérést hadd készítsek, hogy ki az, aki már minimum egyszer elolvasta a legújabb kötetet. Köszönöm szépen. Csak azért, hogy a beszélgetésben hogyan és mire térjünk ki. Hogyha a korábbi kötet bemutatóidat és az arról szóló beszélgetéseket nézzük, akkor az nagyon sokszor úgy éreztem, hogy a kötetnek a fő motívum rendszerére épül, és ebből szeretném, hogyha most egy kicsit kitérnénk, és a beszélgetés alatt majd főként azokat a úgymond lábjegyzett lehetőségeket keressük, amik bár végig megvannak a kötetben, és visszatérő motívumként is szerepelnek, mégsem a főszálnak a legerősebb kihangsúlyozott mondatai azok. Szeretném, hogyha először egy kicsit a Weisz Manfréddal és az ő birodalmával kezdenénk. Hogyan épült fel ez a birodalom? Mit lehet erről tudni? Én meséljek. Hát te azt mondtad a bevezetőben, hogy én ennek a családnak a történetét, hát inkább az a családnak iszonyú gazdag története, és egyébként teljesen egyedi. Egyszerű és megismételhetetlen történetét, azt ugye egy regénynek nem igazán dolga föltárni és részletezni, ez inkább ihletője az én bizonyos pontokon erős fiktív elemeket is tartalmazó regényes történetemnek, és inkább a Weisz Manfréd örököseiről szól, de hát persze, és mikor kezdődik az én könyvem és a történet, akkor ő már nem él, de hát ott van, mint a legfontosabb alapító atya, és hát bizonyos tekintetben, mint egy mintaadó, akihez kimondva kimondatlanul az örökösök, akik hát ebben a helyzetben éppen egy nagyon kiélezett döntési helyzetbe kerülnek 44-ben a német megszállás után, hát igazodnak, vagy gondolnak rá, vagy emlegetik, vagy eszükbe jut, hogy most a papa hogy döntene, vagy mit csinálna. Ugye hát a Weisz Manfréd volt az, aki a legnagyobb vállalatbirodalmat alapította meg, már a századfordulótól, és hát különösen az első világháború, amit ez köztudott, hihetetlenül meggazdagodott. Tehát mondjuk így, hogy hát a fronton elesett katonáknak a véréből, ha demagóg akarok lenni, ugye vesztes hatalom lett a monarchia, és Magyarország maga, meg széthullott, meg nem tudom, és emiatt rengeteg támadás érte utó politikailag a vezetést, de hát a Tisza is csak azzal tudott védekezni, hogy hát a katonáink hősiessége mellett a
Weiss Manfred volt még az, aki itten helytállt, mi mindnyájunk a többieket kritika, jogos kritika érhet. Helytállt, mert annyi lőszer gyártott, és annyi hadianyagot, és fegyvert, amennyi csak kellett. És amikor Bródi Sándor interjút csinált vele, és próbált célozgatni arra, hogy mégis hogy érezte magát eközben, azt mondta, hogy hát nekem ez volt a dolgom, én ezt a dolgomat, én minden, amiben belefogok, azt én szeretem tökéletesen csinálni, és hát ezt a lehetőleg legjobb szinten próbáltam teljesíteni, és ez így volt. Hát ugye, igen, valószínűleg jobb világot éltünk volna, hogyha nem abban látja ő maga is a legnagyobb üzletet, hogy fegyvereket gyárt, amely tradíció nem állt le, utána hiába volt ugye Magyarországnak megtiltva a fegyverkezés, vagy nagyon erősen volt korlátozva. Hát különféle trükkökkel mégiscsak a gyár folytatta, és hát aztán még a hitleri Németországgal együttműködve is repülőgépgyártás fejlesztés folyt. És hát a legutolsó időkig szállítottak a német hadigépezetnek. Úgyhogy ez egy nagyon ellentmondásos, maga a Weiss Manfred figura is ugye bizonyos tekintetben példa arra is, hogy ellentmondásosan, meg hát mindenféle erkölcsi kérdéseket fölvethető módon szerepelt ő, miközben hát egy egészen kitűnő és kiváló vállalkozó és közgazdász és iparfejlesztő. Tehát amivel belefogott, abból aranyat csinált, szóval, hogy ez neki ez valahogy ment. Mert annak ellenére is, hogy voltak nagy megrázkodtatások, ugye, hát az ő vállalatbirodalmát is erősen megrázta azt, hogy az országot ugye utána megcsonkolták. Azt megelőzően a forradalmakban hát alaposan megfenyegették őt. A kommün alatt úgymond államosították a gyárat, és akkor rátörtek saját alkalmazottai, és letartóztatták, és kifosztották. És akkor ő ebben a megrázkódtatásban, meg azért, mert féltette a családja életét, öngyilkosságot próbált meg, aztán túlélte a gyógyszert, amit bajtsa a mérget, amit bevett. És utána 23-ban halt meg, nem sokáig élt már. De őt egyébként leginkább a szeretett feleségének a halála rázta meg. Én szerintem onnan lett, attól fogva lett depressziós. Nos, ennek ellenére mégis hatalmas eredményeket ért el, és aztán a legnagyobb állatbirodalmát hagyta örököseire, akik egyébként hát nem vonakodtak tőke összevonási okokból is házasodni, illetve fordítva a kitűnő házasságok véletlenül egészen nagy tőkék összeolvadásával jártak, mint például a vejei közül a legkitűnőbb, legkiválóbb Corin Ferenc, ő maga hatalmas hozománnyal járult hozzá Weiss Daisynek a hozományához. Hát ezekről az örökösökről szól az én regényem, és hát mögöttük csak ott feldereng, itt ott Weiss Manfred alakja. Mert én ugyan a nosztalgiánál semmit nem utálok jobban, de néhány apróságot azért erről a csodálatos korszakról, amit mostanában mindig nosztalgiával emlegetünk, de azt gondolom, hogy ehhez a sztorihoz azért kell az a háttér, hogy mi történik Budapesten, ami akkor még nem is Budapest, hanem csak Pest 1867 után, amikor, vagy akár 1840 után. Nem szeretnék történelemórát tartani, csak néhány apróságot erről a család konglomerátumról. 1840 az az évszám, amikor a Pesten akkor nem túl nagy számban élő zsidók is birtokolhatnak ingatlant, és amikor bekapcsolódhatnak az ipari-gazdasági termelésbe, ezt akkor teszi lehetővé törvény. 1867, az emancipációs törvény időszaka, amikor a zsidók polgári és politikai jogok tekintetében egyenlőek lesznek a nem zsidókkal, a nem zsidó nem nemesekkel.
Ekkor jön nagyjából képbe Weiss Manfred, aki elkezd a Klauzál téren a semmiből egy egész pici üzemet létrehozni. Aztán ahogy nő az üzem, és nem csak a fegyvereket köszönhetjük egyébként neki, hanem a sóletkonzervet is, vagy azt a babkonzervet, ami a frontkatonák ellátását szolgáltatott, a konzervipar megteremtője is a Weiss Manfred. És vele párhuzamosan élnek még néhányan, akiknek a leszármazottaihoz aztán majd hozzá fogja adni Weiss Manfred a lányait, hiszen ez olyan történet szinte, mint a Rothschildoké, aki szintén úgy indulnak, hogy sok gyerekük van, és összeházasodnak az akkori gazdasági elittel. Ugye itt van akkor még képben Kornfeld Zsigmond, aki úgy érkezik Magyarországra, hogy magyarul sem tud, azt se tudja gyakorlatilag, hogy hol van, és néhány éven belül a Rothschild bankház magyarországi képviselőjeként stabilizálja a forintot, kihúzza a gazdaság az 1873-as gazdasági válságból az országot. Ott van mellette a Corin család, akiknek ugye az alapító ősük az aradi jeles rabbi, akinek a fiai gyakorlatilag beszállnak a gabona bizniszbe, meg a liszt szállításba. Nagyon fontos, ugye Magyarország egy ipari ország, egy mezőgazdasági ország, nagyon jól terem a gabona, amivel semmit nem lehet csinálni addig, amíg föl nem építik azokat a Gizella, Victoria és egyéb gőzmalmokat, amik a világ második malomipari központjává teszi a városunkat. Chicago után itt van a legtöbb malom. Aztán ki van még a családban? Megjönnek a Mautnerék, akik a gabona mag nemesítésekkel, a vetőmaggal dolgoznak. Szóval itt van egy olyan első generáció, akik gyakorlatilag a semmiből jönnek, megteremtik Budapesten azt az élelmiszeripart, aminek a mai napig köszönhetjük, hogy van mit reggeliznünk, és ezt azért mondom ilyen élesen, mert nem csak a malmokat és egyebeket teremtenek meg, hanem olyan apróságokat, hogy például a sörélesztő helyett bevezetik a szeszélesztőt. A sörélesztővel csak keserű süteményt lehet csinálni, és túrosbatyút meg nem. Szóval ilyen apróságok is jönnek ebből a generációból. Aztán az ő fiaik már beleszületnek a gazdaságba, elküldik a gyermekeiket a legjobb egyetemekre, hogy ne csak ösztönből próbáljanak meg gazdasági csodát végrehajtani, hanem legyen hozzá tudásuk is. És általában a harmadik generáció, akivel mi találkozunk a te könyvedben, ők már vagy tovább viszik az apjuk által elkezdett biznisz, de nagyon sok közöttük a művész meg a tudós. Tehát a harmadik generáció lesz az, aki gyakorlatilag már a beleszületett a vagyonba, és elkezdi egy egész más szinten élvezni ezt a gazdasági hasznot. És tulajdonképpen ebben a könyvben, ebben 5-6 családnak az összefonódásával, meg a fiktív szereplőkkel természetesen találkozunk, de hogy tulajdonképpen mindenkinek egy maximum 2 generációs ilyen gazdagság története van, és én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos ahhoz, hogy megértsük azt, hogy mikor milyen döntéseket hoznak, mikor mi az a választási lehetőségek között az a stratégia, amit ők követnek. És hát az üzleti szemlélet mellett azért nem szabad elfelejteni azt a mecenatúrát, illetve szociális segítségnyújtást, amit ugye végeztek, mert ez intézmények alapításával is, illetve hát akár a zsidó szervezet támogatásával, iskola létrehozásával mind leírható. Egy kicsit itt, amit Zsuzsa említettél, talán álljunk meg egy pillanatra, és térjünk ki erre a fiktív kérdésre. Ugyanis nagyon nehéz, hogy hogyan értelmezzük ezt. Itt előzetesen egy kicsit beszélgettünk már erről, és én mertem azt mondani, hogy egy regénynél a fikció az ugye hát egy szép irodalmi teljesítmény. A történelemkönyveknél ez már sokkal veszélyesebb műfaj, de hogy is vagyunk mindezzel? Már mi nem a történelemkönyvekkel, hanem sokkal inkább a történelmi fikciós regényekkel. Én vagyok a fogyasztó, úgyhogy én fog válaszolni. A történelmi fikciós regények fogyasztója. Meg kell, hogy mondjam, hogy én nagyon nehezen olvastam ezt a könyvet, tehát hogy úgy erőfeszítést követelt tőlem, pontosan azért, mert én talán az átlagnál egy picit jobban ismertem ezeknek a családoknak a történetét, de éppen csak egy árnyalatnyival.
És amikor előbukantak olyan szereplők, akiket hirtelen nem tudtam a fejemben élő családfán hova kapcsolnak, mindig zavarba jöttem, és aztán végül kiprinteltem magamnak a családfát, és úgy nézegettem, és aztán ki is derült, persze könnyen kiderül, hogy kik a fiktív szereplők, és megpróbáltam magamnak olyan értelmezéseket keresni, hogy miért pont ők a fiktív szereplők. De lehet, hogy ezt túl gondoltam, de mégiscsak azt találtam, hogy a fiktív szereplők egyrészt ki tudnak mondani olyan dolgokat, amikre talán kevesebb a forrás, mert egyébként meg ez a regény, ami egy fikciós regény, azért nagyon erősen támaszkodik azokra a forrásokra, amiket viszont ilyen igazi hardcore történeti forrásoknak hiszünk, vagy olvastunk már máshol is. Igen, hát... A legbanálisabb válaszom erre az, hogy sokkal hasznosabbnak látszott nekem íróilag megteremteni egy fiktív figurát, mondjuk első lépésben úgy eljárni, hogy a Weiss Manfrednak egyel több lánya szülessen, mint valójában. Őt elneveztem Helénnek. És szerintem teljesen jól beleillik Weiss Helén, a Weiss Elsa és a Weiss Daisy, és a Weiss Edith, akit meg átkereszteltem Juditnak. Na mindegy, szóval ezeknek a sorában, és akkor ő férje lesz egyik főhőse a regénynek, akit pedig elneveztem Kóner Artúrnak. A Kóner család is létezett, mint családnév, de Kóner Artúr nincs, gondoltam, hogy hát most... Vagy rokonságban van velük, vagy nincs, de ez most mindegy. A lényeg az, hogy a leggazdagabb zsidó családok tagja legyen ez a figurám is. A névválasztás ezt jelképezi, és hát gyakorlatilag összegyúrtam az ő családi hátterét, részben a többi sógora, mondjuk a Kornfeld Móricz, és egyáltalán Kornfeld család, és Mautner család, és más családok, akik mondjuk ugyanahhoz a rabbi képzős tanárhoz járnak kamaszkorukban, és ugyanaz tanítja őket azokra a tudományokra, mint az összes többi Mautnert, Korint, Gutmannt és Kornfeldet, és hát akkor az én Kóner Artúromat is beleveszem ebbe a körbe, tehát szociológiailag mondjuk ezekkel a trükkökkel próbáltam körbe határolni az ő figuráját, és akkor hát barátkozzon akkor már az egyetemen a sogortársaival, akik később sogortársai lesznek a Kornfelddel és a Korinnal, akik párbaj segédei lesznek, amikor a jogi karon összeverekednek ezekkel a keményfejű katolikus ifjú szervezetekkel, akik időnként botokkal verik meg a zsidókat, vagy zavarják ki az egyetem falai közül, amikor éppen úgy adódik. És akkor ezt egy ilyen egyetemisták közti virtusból való verekedéssel oldják meg, akkor még, miközben hát ugye azért lehet tudni, hogy ennek erősen antiszemita jellege és íze van, de ők akkor ebben összeforrnak, és szövetségessé válnak. Én így képzeltem az ő véd és dac szövetségüket, és aztán sógortársak lesznek. Azért találtam ki, mert hogy azt gondoltam, hogy ha akarok, hát hogyha elszabadul az ember fantáziája, meg mondjuk magánéletet szeretne a hőseinek, akkor az kényelmesebb, mint Korin Ferencnek, egy ismert figurának. Ránéztem a képére, és azt gondoltam, nem őróla fogom most azt, nem ő neki fogom kitalálni azt, hogy legyen egy szeretője Valérius Lola néven, hanem ez jobb lesz nekem egy fiktív szereplőt kitalálni. És meg hát akkor mit szólt volna Corinne Daisy mostan a Bécsben, hogyha még ez is az apukájáról szólt volna. Tehát, hogy gondoltam, hogy akkor úgy fogok eljárni, mint nagyon sok író járt már el én előttem, tehát nem én találtam ki,
hogy vannak történelmből ismert, létező figurák, azokat sem muszáj az írónak, hál' Istennek úgy megírni, ahogy a történelemkönyvek, vagy a történész szakma föltárta minden részletében. Noha az ember nagyon megfordítja, akkor pedig más oka van, mint írónak, tehát ezt a kifordított történelmet úgy megírni, vagy azért, mert játékos módon járunk el, vagy valami szatírát írunk, vagy ironikus játékot űzünk a keserű történelmünkkel, vagy pedig politikai okokból akarjuk torzítani a történelmünket, és mondjuk pozitív hősöket, meg pozitív végkimenetet írunk meg, mert éppen erre van ifjúsági regény megrendelés, mint ahogy a Mándévá mondta egyszer valamelyik kollégának, aki írt a Delfin sorozatba egy ifjúsági regényt a szabadságharcról. Olvastam a regényedet, látom, nálad győzött a szabadságharc, nem úgy, mint Gracánál, aki ugye egy korabeli történész. Úgyhogy én meg nem, tehát így nem szoktam eljárni, nálam nem győz sajnos, de hát persze vannak olyan elképzelések, hogy fikcióval ezt is csinálhatnánk. Most az én fikcióval való játékomnak nem ez a kifordítás a célja, meg nem is a hamisítás, vagy a történelmi hamisítás, vagy elferdítés, hanem mert valami olyan eljárást kísérletezem, hogy tudok mélyebbre mászni, kúszni, jelenségek megírása, megfejtése ügyében, és hogy tudom. Hát ezek ilyen hatásvadász eszközök, vagy nem is tudom, hogy mondjam, megformálásnak olyan trükkjei, amik azt próbálják szolgálni, hogy az olvasó az többet kapjon, vagy mélyebbet kapjon, vagy rendüljön meg, vagy fakadjon sírva, vagy ne tudja letenni a könyvet. Tehát ezek ilyen olykor talán gyarló eljárások, de hát az ember abban bízik, hogy az eredmény talán majd visszamenőleg valahogy igazol. Ha meg nem, akkor lebuktam. Említetted, Pali, hogy ez egy egyedi történet a szó szoros értelmében, hiszen ami a Weiss-Manfred örökösöknél megtörténhetett, ezt nem sok család mondhatja el, hogy miként élheti át ezt a korszakot, és aztán juthat külföldre. Ezt már többen különböző módon, és hát te is már színházban feldolgoztad. Mi az, ami miatt fontosnak érezted, hogy ez a könyvben is megszülessen? Hát ennek a könyvnek azt nyilatkoztam már, a történetéhez hozzá tartozik, és nem is akarom letagadni, hogy eredetileg nem az én ötletem, hanem a Rózsa János filmrendezője, aki engem azzal keresett meg, hogy írjunk ebből a családnak, ebből a nagy alkujából, nagy üzletéből egy filmforgatókönyvet, vagy hát először szinopszist kell írni, és akkor pályázni kell vele hosszadalmasan. És hát én nem gondoltam még akkor, hogy én ezzel közelebb is foglalkozni fogok, hanem megpróbáltam együttműködni ennek a szinopszisnak a megírásában, ami ugye azt jelenti, hogy az ember elolvassa a szakirodalmat, meg olvassa, és azt vettem észre, hogy egyre inkább beleolvasom magamat. Már akkor is ezt olvasom, amikor már rég beadtuk, meg nem is kéne tovább, meg nem tudom micsoda, meg ki kéne találni a film jeleneteket, meg a párbeszédeket, és én még mindig ezt olvasom. És akkor rájöttem, hogy érdekel. És amikor rájöttem arra, hogy nekem itt fiktív figurákat kell kitalálni, és azokkal jeleneteket elképzelni, hát amikor először megjelent a fejembe, hogy kikivel hogy beszél, vagy az én elbeszélők kik legyenek, és mit meséljenek, vagy milyen viszonyban álljanak egymással a családnak a figurái,
kik lesznek azok, akik konfliktusba kerülnek. Szóval, hogy elkezdett járni a fejembe, akkor elkezdtem írni. Meg amikor rájöttem, hogy nagyon szeretném ezeket a gondolatokat kölcsönvenni, amelyeket olvasok a Helta Jenő naplójából, meg Fenyő Miksának az elsodort országából, amelyik hát egy egészen kivételes remek mű, és hát egyedi a maga nemében azért, mert miután végbe ment ez a világégés, és a holokauszt, és egyáltalán akkor ez annyira kevés reagálás, földolgozás, vita volt erről, és hát az ő könyve, amelyik elsőként ezzel igazán komolyan szembenéz, az tulajdonképpen egyedül maradt. És azt többször is kiadta a magvető szerencsére azóta is, és azt nagyon, nagyon, nagyon megrendítően fontosnak találtam. És minthogy ő ezt a német megszállás után bujkálva írta, és rájöttem, hogy ez ugyanaz a sors, mint amit én a főszereplőmnek kitaláltam, hogy ő is bujkáljon, miközben két sógorát elviszik ausztriai munkatáborba, illetve tehát Corin Ferencet és a Konfed Moritz ráadásul még Mauthausenbe is elkerül, és végig ott van. Csak amikor már kimenekül a család, akkor engedik őt el. Ő, a harmadik sógor pedig, neki sikerül megmenekülni és bujkálni, és gondoltam, hogy hát akkor végezzen el valami hasonló szembenéző munkát, és akkor azt találtam ki, hogy vitatkozik. Ezek a barátai, a Heltai is, meg a Fenyő Miksa is, egyébként a családnak az ismerősei, barátai volt, főleg Fenyő Miksa, a Weiss Manfred örökösöknek jó barátja volt. És a Gyári Parasok Országos Szövetségnek titkára, amit ugye Corin elnökölt, szóval, és benne volt az összes ilyen a mecenatúrába, a folyóirat támogatásba, a Magyar Nemzet Alapításába és annak támogatásába. És hát gondoltam, hogy hát akkor nekik azért legyenek már vitáik egymással, mert hogy az nem olyan egyszerű, hogy itt mindenki mindenkivel egyetértsen. Hát vitából van bőven a kötetben és izgalmas beszélgetésekben. A kötet elején is már előjön, és időről időre viszont nincs nagyon kifejtve a vallásosság kérdése. Ugye kiderül, hogy valaki kikeresztelkedett, vagy bekeresztelkedett, ki hogy fogalmaz, ugye nézőpont kérdése. Tehát hogy viszonyuljunk ehhez? Szerintem nekünk ez nem kell viszonyulni, azt kéne tudni, hogy ők hogy viszonyulnak ehhez. Hát amit erről tudunk, azt ugye tudtuk, hogy például Konfeld Zsigmond annak idején a Pesti Ízlet, a hitközség elnöke, a Rabbi Képzőintézet vezérlőbizottságának tagja, és most nem fogom felsorolni, de amit fel tudnék fejből sorolni a zsidó intézményt a 19. század végén, 20. század elején, abban Konfeld Zsigmond mindegyikben eminens szerepet vállalt, tehát egy aktív hitközségi életet élt, a Weiss Manfred szintúgy, ugye a zsidó kórháznak az egyik alapítója, a Korinék az aradi rabbinak a leszármazottai, és így tovább, és tulajdonképpen 19-20 körül szinte mindenki kikeresztelkedik. Vagy bekeresztelkedik. Tessék? Tehát a fiaik. A fiaik, igen. Igen. Tehát a Zsigmond, Konfeld Zsigmond fia, Moritz, aki talán az egész familiából a legőszintébben hívő katolikussá válik, és hát ő neki igazi átélt hitélete van, és cikkez, és tanulmányokat ír e tárgyakból.
A Corinne-ról nem mondanám, hogy ő olyan mélyen érintette bármelyik vallás is, az sem, amit elhagyott, meg az sem, amit fölvett. Így képzelem legalábbis, vagy nem látom nyomát. Hát az én hősöm ugye ebben is ingadozó középparaszt, szóval, hogy tehát ő a Kornfeld hatása alatt is van, meg hát a Koriné alatt is, ugyanakkor megrendíti az a hűség, amit az egyetlen sógornőjük, a Herzog Erzsébet tanúsít e tárgyban. Ő nem hajlandó kitérni a zsidóságából, kőkeményen kitart emellett, és hát tulajdonképpen mondjuk ki, hogy megvetésével sújtja ezeket a haszonleső sógorokat, akik szerinte hát előnyszerzési okokból, meg hát gyávaságból, mert a forradalmak alatt meg lettek fenyegetve. Mert a forradalmak alatt ugye hát nem lehetett eltekinteni attól, hogy bizony antiszemita atrocitások miatt is voltak ők a forradalmi hevületnek kitéve, főleg a kommun alatt. Hiába mondták, hogy hát a kommunárok is, az is egy zsidó vircsaft, azt is a zsidó szélsőségesek csinálják. Mégis úgy érezték a zsidó nagytőkések, hogy hát ő rajtuk inkább csattant az ostor, és nekik még veszélyesebb volt zsidókként, és hát valamennyire gondolom menekültek is ettől. De Herzog Erzsébet, aki ugye a műgyűjtő hercognak a lánya volt, és végzett orvos, pszichiáter, nagyon képzett asszony, és hát őt kitartott emellett. És hát az én Artúrom pedig hát ezt is csodálja, vagy becsüli. Na most hát ezek ugye nagyon kényes kérdések, hogy ítélünk meg erkölcsileg hithez való hűséget, vagy hitből való kitérést, vagy a hit addigi bilincseinek a széttörését, gondoljunk a reformációra például, illetve hogy hát ehhez mindig, vagy gyakran nem csak hitbéli meggyőződések fűződnek, hanem érdekek, vagy kényszerek, vagy félelmek. És hogy mikor, ki, hogyan, ez ugye nagyon kényes ügy, amit szintén beszélgettünk róla, különösen ott kulminált, amikor hát a vészkorszakban ugye hát nagyon fölmerült a keresztény egyházaknak ugye az a lehetősége, hogy a hozzájuk segítségért forduló zsidó származásúaknak keresztleveleket állítsanak ki, vagy hát hagyják őket betérni az egyház kötelékébe, és hogy ezt mennyire rugalmasan, vagy mennyire rugalmatlanul teszik, és elmennek-e addig, hogy hát ha nagyon sürgős, akkor kaptok egy papírt, és akkor tekintsétek magatokat betértnek. Vagy nem, hanem azt mondják, hogy hát, de hát kérem, hát a hit az nem vicc, az nem tréfa dolog, az hitbéli meggyőződés kérdése, és hát ezt valahogy tanúsítani kéne. És hát, hogyha itt nagy a tülekedés, egyébként is sokan kerültek életveszélybe is, akkor talán más módon segítsünk, vagy nem tudom. Szóval, hogy ilyenkor hogy viszonyulnak, nem tudom én, egyszerű keresztlevelek hamisításához, ami ugye egy elterjedt kisipar volt, ez egy nagyon kényes kérdés. És amit erről tudunk, hát azoktól a hírektől nem mindig vagyunk boldogok. Hadd mondjam azt, hogy azért a zsidóság az nem egy vallás, hanem az, és pontosan a család sorsán is ez látszik, hogy ennek ugye sokféle közelítése lehet. Nyilván vannak olyanok, akik zsidó nemzetiségüknek élik meg magukat, nyilván ez ebben a családban nem fordul elő. Meg még sokféle egyéb olvasata is van a vallási, az én azt gondolom, az csak egy rétege az egésznek. És van egy nagyon komoly ilyen sors közösségi része is, amiből nem tud szabadulni a család. Ugyanakkor a mai élő családtagok közül van olyan, aki tulajdonképpen
bizonyos esetekben azért nem akar például családi erekéket átadni, vagy egyáltalán mondjuk múzeumi gyűjteménybe íródni, mert ő nem zsidó. És ő igazából annak, vagy nem érzi magát, tehát hogy ez most az ő. Azért mondtam az előbb, hogy nem az a kérdés, hogy mi mit gondolunk róla, hanem ők mit gondolnak erről a történetről, és hogyha ők egyáltalán nem érzik magukat zsidónak, nem feltétlenül érzik magukat katolikusnak, vagy bármilyen más vallásúnak sem, hanem ők egyszerűen letették ezt a vallási rétegét, azzal együtt elég pusztító érzés lehet úgy benne lenni egy ilyen történetben, hogy ez az egész történet ez azért történik meg velük, mert ők zsidók, de ők nem részesülnek a zsidónak a jó részéből, csak a szenvedés részét kapják meg. Ugyanakkor azért történhetett meg ez az egész, mert hogy az ő őseik, azok éppen egy olyan akkor még éppen a vallásuk, vagy az egész zsidó nemzetiségük, vagy akkor éppen hogy volt definiálva, révén váltak olyan helyzetbe, hogy nem tudtak más csinálni, nekiálltak ipart teremteni, stb. Tehát hogy ez egy sokkal hosszabb és sokkal komplexebb probléma szerintem, mint az, hogy ők éppen 19-ben úgy döntenek, hogy szereznek egy keresztlevelet, azzal együtt, hogy nyilván a konfed majd egy meggyőződéses hívő katolikus lesz, te is írod róla kis aranykeresztjét. Tehát, hogy van ilyen, de hogy ez csak egy apró rétege az egésznek, és a történetet sokkal jobban átszövi az ezzel kapcsolatos probléma, nem a regényt, hanem az egész 20. századot tulajdonképpen. Igen, itt a regényben ugye a keresztény középosztály kifejezés többször is előkerül, és itt a keresztlevelek kapcsán azért fontos talán a keresztény egyházak felől is egy kicsit gondolkodni, és meglátni azt, hogy ugye a mi múltunk az azért azzal is összefügg, hogy nem csak Apor Vilmos, Sztélo Gábor nevét tudjuk mondani, hanem hogy mint három történelmi keresztény felekezet elfogadta a zsidó törvényeket felsőházi tagként vezető részről. És hát valóban az, hogy hogyan állítunk ki keresztlevelet, vagy hogyan állítottak ki keresztleveleket, ez mindmáig sok kérdést vet fel. Valóban sokszor megvetéstárgyát képezte, hogyha valaki ilyet cselekszik, mások pedig elismeréssel voltak feléjük. Tehát, hogy van egy ilyen megosztottság, illetve volt egy ilyen megosztottság ebben a kérdéskörben. És látni szükséges, azt gondolom, hogy az, amit te nem fejtesz ki a kötetben, viszont jelzésként elhelyezel, az egy hatalmas teher és kérdőjel az egyházak felé. A szenvedés teológiával foglalkozik Johann Baptist Metz, római katolikus teológus pap, és ő például úgy fogalmaz, vagy azt kérdezi meg önmagától is, illetve az egyháztól, hogy mikor lépünk túl azon, hogy ilyen helyzetből nem látjuk meg az embert. Tehát, hogyha a teológiához ragaszkodunk, ami ugye itt a keresztleveleknél kérdés volt, akkor hát a jézusi tanítás egyértelmű utasítása, hogy a szombatnap, tehát akár az, hogy mennyire tartsam be azt, hogy hány alkalommal kell valakinek a keresztelő előtt, vagy konfirmáció előtt, ugye itt az idősebbeknél eljönnie, és miket kell tudnia. Az a fontosabb, vagy az az ember, aki úgymond ugyanannak az Isten orcának a hordozója. Ebben nem remekelt egyik felekezet sem, tehát valódi ökumené jött létre sajnos ebben az esetben. Ugyanakkor ezzel kevésbé foglalkozol, és ez is érdekelne, hogy miért. Még hozzá korábbi regényemben foglalkoztam. Hát ez igaz, hogy ez igen, én azért egy kicsit vártam volna bővebben itt is. Viszont akit megemlítesz, úgymond egyházi személyt, Slakta Margit személye, és azért szeretném, hogyha őt egy kicsit itt beemelnénk, illetve be is idéznénk. Hát az Idegen testünk című regényemben volt ez, és különösen örültem neki, hogy Alföldi Róbert
amikor az Ebből írott magyar ünnep című darabomat bemutatta a Nemzeti Színházba, akkor ezt nagyon jól oldotta meg. Ott ugye volt szó egy fiatal református pap növendékről, aki segédlelkészről, aki hát lelkiismereti okokból, mert véletlenül éppen a bátyja révén hozzájut az auschwitzi jelentéshez, és pontosan tudja, hogy az lefordítva mit jelent, és hogy hová juttatták el egyházak vezetőihez. Beleírja a két szököt, szlovák auschwitzi fogoly, hogy mi történik ott. Részletesen, ha valaki nem tudná, sokak szerint a Horthy már rég tudta ezt, de hát mindegy, szóval a Horthy családnak is, és a keresztény egyházak vezetőihez eljutott ez a jegyzőkönyv. És ez a fiatal pap pedig, hát ő sürgetné, hogy hát törjön ki a botránca, hogy legyen ez köztudott, és az egyházak legyenek szívesek híveiket tájékoztatni erről, és hogy a papok minden faluban és minden városban járjanak közbe azért az összes létező módon, különösen az ige hirdetéskor, hogy ne vegyenek részt ebbe a szörnyűségbe a felekezethez tartozók, és ne álljanak be az üldözők közé, és ne közösítsék ki a zsidó szomszédaikat, és ne vegyenek részt az ő letartóztatásukba, a deportálásukba, tagadják meg a parancsot, és így tovább, és végképp ne fosszák ki a házaikat utána, stb. Megbújtassanak, akit tudnak. Szóval ő ezt egy keresztény, felebaráti szeretettől vezérelve teljesen nyilvánvaló neki, hogy ezt kell csinálni. És hát vannak ilyen jelenetek, ahol hát megpróbál szembeszállni, vagy megpróbál a főnökeivel ugye vitatkozni erről. És hát ez bizony a ravasz püspökről szólt például, aki ugye református egyházfő volt, és az egyik segédlelkésze csinálta ezt. Lényegében azt mondja neki, jó, akkor szemet hunyunk a felett, hogy te ezt a szolgálatot neki elkezded, hogy segítesz, akin tudsz vagy akarsz, de sem anyagi támogatást nem tudunk adni, vagy nem is akarunk, mert mondjuk a pénz nyomon lehetne követni, és akkor le lehet bukni. Ha viszont valami felelősségre vonásra kerülne sor, akkor nem takarózhatsz velünk. Tehát elég vitatható módon, és hát ő kétségbe esik ezen, és próbál mindenkinek közben járni, hogy hát legalább, hogy, és akkor azt találja ki, és ebből volt egy szép jelenet, hogy hát éljen az egyháza a kulcsok hatalmával, hogy a papjainak engedje meg azt a fenyegetést, hogy aki részt vesz ezekben az emberiség elleni cselekményekben, azokat átkozza ki az egyház, és fenyegesse meg azzal, hogy nem lesz beengedve a mennyországba. Tehát, hogy a mennyország kulcs az nem fogja kinyitni ő előtte a mennyország kapuját, és hát ugye egy hívő embernek ettől meg kéne rettenni, de ezt ugye nem sikerült elérniük, pedig még ezt is kitalálta nekik. Ez csak két példát. Ez a kitérő lábjegyzet, ez igen. A másik regényemben volt, mint te meg a Slachta Margitra kérdeztél most, amely ebben a regényben szerepel, ami hát ugye szintén történelmi tény, hogy én bele akarom a szükségesnél is inkább ágyazni vagy kötni ezt a kiválasztott családot a történelmi eseményekbe. Nem nagyon kell, mert itt kínálja magát. Ezeknek az örökösöknek volt egy tagja, Weiss Editnek hívták, aki nem ment férhez, és a szociális lelkiismerete volt az egész családnak, egész élete abból állt, hogy a jótékonyságot intézte.
És nővérnek is tanult, meg operációknál ottan asszisztenskedett, meg óvodát, meg kisdedóvot, meg szülőotthont alapított, és hát kikunyerált mindig pénzt a sógoraitól különféle célokra. Például olyanokra is, hogy amikor elkezdték a Lengyelországban és Szlovákiában a zsidóüldözést, hamarabb, ugye? Akkor az ide menekülő zsidóságnak a megsegítése volt az egyik fő feladat, mit tudom én, megvesztegetni a határőrséget, meg ellátni őket, mikor átutaznak, vagy papírokhoz juttatni őket. Szóval rengeteg megvesztegetési pénzt is kért a sógoraitól. És aztán persze nyitott volt arra, hogy ugyanezt a tevékenységet végzi Slachta Margit, ugye, mint rendház főnöknő, és hát ő is mondjuk egyháza lelkiismerete, vagy hazája lelkiismereteként működött, úgyhogy amikor megtudta azt, hogy 41-ben, amikor elindult a háború, és Magyarország is ugye becsatlakozott, és megszállták Galíciát, hogy akkor összeszedik a Magyarország területéről azokat a zsidó származásúakat, akiknek nincsenek rendben a papírjaik, vagy nem igazolják az előírt módon az állampolgárságukat, vagy a visszatért országrészeknek, tehát mondjuk például Kárpátaljának azok a zsidó származású, korábban is, még a háború előtt is Magyarországhoz tartozott, utána elszakított Csehszlovákiához került kárpátaljai rész. Azon lakosai, akiknek új igazolványokat kellett volna kiállítani, hogy most már megnövelt Magyarország állampolgárai vagytok ti is, ezt az aktust felhasználták arra, hogy szelektáljunk azért. Kell nekünk mindenki, akit visszakerült ezzel a területtel? És hát a zsidóknak vonakodtak ezeket az igazolványokat kiállítani, hanem deportálták őket. Tehát ott, például ezekben a falvakban már akkor végbe ment az, ami 44 tavaszán az anyaországban, és a Slachta Margit ugye ott termett, illetve hát egy delegációt alakított, két országgyűlési képviselő plusz a Weiss Edith, tehát két asszony, meg két pasi, és akkor ezek oda mentek Körösmezőre, ahol ez a tábor volt a magyar határ szélén, és egy jelentést írtak arról, hogy mi megy ott végbe, és kikkel, és hogyan, és azok hogy kerültek oda. Egy csomó visszaélés folytán nem adták, elszedték a papíraikat, ahelyett, hogy adtak volna nekik, és kisgyerekkel, meg betegen, öregeket, stb. És ezt megírta, egy teljesen fölháborodott jelentést írtak, és eljuttatták ugyanúgy a kormányzó néhoz. Ja, hát és kezdték a saját sógoraikkal, hogy hát ti jóba vagytok a belügyminiszterrel, a Keresztes Fischer az vacsora vendég volt ott, meg még más miniszterek is. A Korin Ferenc maga bejáratos volt Hortihoz. Igaz, hogy 44 tavaszán már nem annyira, meg az már kínosabb, illetve hát ez még 41-ben volt. De a háború alatt már persze nem annyira. De mégis valamit próbáljatok elérni, valamit tenni. Hát nem nagyon sikerült. Tehát ahogy a keresztény egyházak vezetőinek sem nagyon sikerült. A Ravasz is kapott ebből például. A Ravasz püspökkel valamiért jóba volt Weiss Edith, és nagyon bízott is benne, meg egy csomó minden lépést megtett, meg elért ezt-azt. De hát ezek jelentéktelennek minősültek, de hát ugyanúgy nem sikerült a Korin Ferencnek se, vagy a Kornfeld Móricznak sem. És akkor Weiss Edith pedig, hát egyfolytában, ezt ugye, aki nem csak három napig tartotta a fölháborodás, hanem lényegében végig. Úgyhogy hát ő volt a kihelyezett nappali tagozata ugye a szociális lelki ismeretnek, vagy hát a család közös lelki fordulásának. Előző gondolatodhoz még az jutott eszembe, hogy
az a református vagy lelkészhez hasonlóan, lelkipásztorhoz hasonlóan, az Téló Gábor evangélikus lelkész is a jó pásztornál úgy végezhette a munkáját, hogy az evangélikus püspöktől onnantól kezdve megkapta a jóváhagyást, hogy végezze a munkáját, ugyanakkor a fizetés és egyéb ellátás onnantól kezdve az egyház részéről megszűnt. Hozzátartozik, hogy a vidéki gyülekezetek azok a lényegében sokszor több mint 1000 gyermek napi ellátását viszont biztosították a saját gyülekezeti tagjaikon keresztül, és így oldódhatott ez meg. Illetve maga ez a kiáltvány kérdés a Por Vilmos püspök, győri megyés püspöknél is csúcsosodott, és mondjuk egyházpolitikai szinten ott ért el talán a legmagasabb súlyt, ragaszkodott hozzá, és hatalmas küzdelmet folytatott azért, hogy ökumenikusan, tehát református, evangélikus és római katolikus templomokban ugyanazon a vasárnapon egy körlevél legyen felolvasva az egyházi vezetők aláírásával, miszerint ennek a rendszernek a támogatása, illetve az üldözésnek a segítése vagy kihasználása az bűn, amit elvet mindegyik egyház vagy felekezet. Ez sajnálatosan az egyház politika, az sok esetben ugye hasonlít a világi politikához, nem tudott létrejönni, és erőtlen egyes helyeken történő felolvasások voltak, amik nem eredményezhették már azt, hogy az egész keresztény templomba járó közösség egy úgymond sziklaként valamit is tegyen, tehát ez sajnos megszűnt. Viszont említetted 41-et, a tömegmészárlást, aminek kapcsán én nem mernék elmenni, illetve nem rákérdezni arra, hogy ennek a megítélése sajnos sokféle, mind a mai napig. Hogy lehet az, hogy nem látjuk, vagy nem érezzük, hogy itt több mint 20 000 ember meggyilkolása történt? Hát szerintem érezzük. Regény is szólt már róla. Talán a legnagyobb ismertséget akkor ért el, amikor Szakály Sándor egy meglehetősen rossz kontextusban említette ezt a történeti eseményt. Én azt gondolom, hogy ez egy történeti esemény, aminek az emlékezete bizonyos szempontból velünk van, de azért azt ne felejtsük el, hogy ez a háború kezdetén történik, utána még nagyon sok olyan dolog történik, ami kvázi felülírja mennyiségileg ezt a pusztítást. Ez nagyon kegyetlenül hangzik, de sajnos ez a médiafogyasztás, tehát hogyha van nagyobb fájdalom, akkor a nagyobb fájdalom a kisebb fájdalmat valahogy utólag felülírja. Még akkor is, hogyha nyilván ezek egy láncra fűzhetők és egymásból akár logikusan is következhető eseményeknek tűnnek. De nem csak ez volt elfelejtve nagyon hosszú ideig. Tehát gyakorlatilag, amit Pali is mondott, hogy Fenyő Miksának a regénye, milyen egyedi, nem regénye, bocsánat, a visszaemlékezése, vagy az a memoár, amit ő ír, milyen egyedi, így gyakorlatilag 1947-48 és 1963 között ezekről igazából senki nem ejtett szót, még a zsidó közösségek sem ejtettek igazán szót azokon túl, azon a kvázi rituális megemlékezés rendszeren, ami nyilván egy egyháznak a feladata, de sem a történelmi feldolgozás, sem az irodalmi kibeszélés, sem a visszaemlékezéseknek a nagy száma, ami persze már az elmúlt 25-30 évben azért bizonyos mértékig pótlódott, de csak bizonyos mértékig, és amikor az emlékezet átörökítés folyamatában szinte egy komplett nemzedék kiesik, Akkor érzem én azt néha, hogy azt nem tudom, mennyire szándékod, és én nem akarom átvenni a kérdező szerepét, de hogy ez is, meg a piaci nap is egy kicsit olyan, mintha a public history-ba írna bele ilyen elfelejtett eseményeket. Tehát nyilván egy történelemkönyvet, vagy egy tudományos elemzést, azt nagyon kevesen fognak elolvasni, a regényédet meg hál' Istennek sokan elolvassák, tehát hogy nyilvánvalóan sokkal, és ez talán nem erre a sztorira ennyire igaz, talán igazabb a Kumadarasi Vérvád eseményre, amiről szerintem nagyon kevesen hallottak azt megelőzően, hogy te megírtad a regényedet. Igen, hát bennem az merült fel, hogy most mondod, hogy egyik szörnyűség fölülírta a másikat, hogy
az engem érdekelne valójában, hogy a háború idején alatt mondjuk legalább az érdeklődő nagy közönséghez egyáltalán mi jutott el? A magyarországi és nem a front katonák, vagy nem a hadügyminisztérium, a jelentések, hanem mondjuk a sajtó, mert hát hihetetlen kevés. Tehát, hogy egyáltalán most mit lehet tudni, mit lehetett tudni arról, hogy 41 nyarán, amikor bekapcsolódottam az első magyar hadsereg is ugye a felvonulásba, hogy ott, amikor megszállták Galíciát, illetve hát Ukrajnát és Fehér Oroszországot, hogy akkor a világtörténelem legszörnyűbb tömeggyilkosságai zajlottak le, nem háborús cselekmények, hanem népirtás formájában. Tehát, hogy amíg egyáltalán eljutottak az első összeütközésekig a szovjet csapatokkal, addig kiirtották ennek a területnek a zsidóságát, nem tudom néhány százalékban, de elképesztő módon. És ott persze magyar katonák is részt vettek, vagy hát sokszor inkább csak asszisztáltak, de volt, hogy részt is vettek ebben. Aztán a partizán üldözésben, meg a helyi lakosság elleni atrocitásban és tömeggyilkosságukban, aztán aktívan is. De hogy ez végbe ment, és erről nem tudom, hogy az első katonák, akik hazajöttek, nem tudom én, ősszel, szabadságra, azoktól valami kiderült, vagy egyáltalán mit, honnan értesülhetett erről aztán érdeklődő ember? Most nem nagyon szeretnék áthallásos lenni, de hát a sajtóból. Mi is a sajtóból értesülünk a hírekről. Az történik Magyarországon, hogy 1884-től mi átnéztünk nagyon nagy mennyiségű sajtót, ez így a múzeumi levéltári működésem során, és az derül ki belőle egészen megdöbbentő, amit nem tudunk. Ugye az aranykor, amit nosztalgiával emlegetünk, amikor fölépül a nyugati pályaudvar, meg csupasz szép dolog képű Magyarország vasúthálózata, itt volt az előbb kellemesen emlegetett Gründerzeit. 1884-től gyakorlatilag a numerus clausus törvényig bevezetéséig van egy olyan állandósult erőszak, egy olyan állandósult zsidóellenes erőszak hullám, ami nem mindig a Király utcában jelentkezik, egyik héten Zalaegerszegen van valami zsidóellenes pogrom, kirakat, betörés, kocsmárossal való konfliktus, stb. Apróságok persze, de folyamatosan van. És én azt látom ma is, hogy amikor van egy ilyen folyamatossága az ilyesminek, akkor az gyakorlatilag szinte semlegesíti az e fölött érzett felháborodásunkat, tehát olyan szinten hozzászokik az ember szeme, füle, érzete az erőszakhoz, hogy sajnos letompít. És amikor hazaérkezik az első megvert sereg, meg amikor hazaérkeznek azok, akik erről beszélni tudnának, akkor például van egy óriási olyan háborús fotókiállítás, ami a háborúnak a hősies arcát mutatja meg. Akkor van egy csomó olyan egyéb propagandisztikusan tökéletesen kitalált akció, ami elviszi a témát tulajdonképpen az elől, hogy a csúnya felét is lássuk, hogy a valódi arcát is lássuk a háborúnak. És én azt gondolom, hogy pontosan azért kell ezeket ilyen aprólékosan tanulmányoznunk, mert megértenünk, mert hogy ez talán segít nekünk a hétköznapokban eligazodni, hogyha valami nagyon szépet látunk, és hogyha nagyon sokszor látunk olyat, amin azért érdemes lenne mélyebben elgondolkodni, akkor ne oltsa ki bennünk ez a kettő egymást. És hát az, amire itt céloztok, ami ugye a háború utáni pogrom Kunmadarason, az is összefügg az, amit mondasz, hogy akik a háborús sajtót olvasták, vagy abból olvastak rengeteg szörnyűséget, és emberek halálát, tömegek halálát, illetve utána, amikor kitört a béke, akkor ugye hirtelen elhallgatás, eltagadás, már ne beszéljünk többet erről, iszonyú hamar lett lezárva és kibeszéletlenül hagyva.
Az emberek viszont hát nem is közölte velük senki a kumbadarasi piacon, és azt a büdös zsidót, azt nem kell büdös zsidónak nézni már, mert hazajött, és most már akkor legyen. Hát szóval nem lett átállítva a zsigeri indulatok sem, és nem lett vége a háborús, hogy mondjam, ingerküszöbnek az átalakítása sem történt meg. Hát Istenem, erőszak. Ott az egy jelzőváltás, tehát már nem úgy büdös zsidó, hanem feketéző vagy, szóval, hogy azért... Hát jó, de arra a proli, az, ezt a finom különbséget, amire egyébként rá is játszottak sokszor, hogy hát azért ne kell olyan messzire menni, hogy ki az, akinek köszönhetjük már megint az árdrágítást, meg az áruhiányt, mert eldugdossa a helyet, hogy eladná, és nem drágán, hanem olcsón. Hát megint a zsidó. Ez erre inkább csak utalva volt, tehát mondjuk egyik politikai párt sem direkt módon, de indirekt módon mind a kettő. A kommunista párt is, meg a kisgazdapárt is használta ezt. Akkor már 60 éve használták ezt a nyelvezetet. Igen. Legalább, és azért az már elég jobb. És bevált az első világháború után is különféle, ha különféle konfliktusoknak a megoldásához, a konfliktusok kirobbanása látszott célra vezetőnek, például Miskolcon, a munkásság tüntessen, hogy a pengőben kapott pénze nem ér semmit, mert inflálódik, legyenek elégedetlenek, a helyzet ordítson megoldás után, és a megoldást a kommunista párt fogja hozni azzal, hogy államosítja a nagyüzemeket. És a kommunista párt abszolút támogatta azt a Rajk Lászlóval az élen, hogy legyenek tüntetések. Legyenek tüntetések, és a tüntetések akkor hevesebbek, a munkás tüntetések, hogyha bedobnak még egy kis antiszemitizmust közéjük, mert attól még hevesebbek lesznek, attól az. És ez is bejött. Aztán persze másnapra, harmadnapra már túl lendültek az események az óhajtottnál, mert már a kommunista és zsidó származású rendőrkapitányt, illetve annak a helyettesét támadta meg a tömeg, mert az is zsidó. És azt is megölték. Időnkkel kicsit rosszul gazdálkodok, ezért elnézést kérek. Szeretném, hogyha egy kicsit rátérnénk a család dilemmájára, és egy Pali, ebben téged kérnélek, mert nem szeretném lelőni a poént, vagy a, hogy mondjam, tehát a feszültséget a kötetből, hogy lehet összefoglalni a családon belüli... Hát ez egyébként most be kell vallanom, hogy lehet, hogy ez is a fikció része, mert hogy a Corinne Daisy, a Corinne Ferencnek, ugye, aki ennek az egésznek az esze volt, a tárgyalást gyakorlatilag ő folytatta le Kurt Becherrel, ezt az alkut. A Corinne Daisy azt mondja, hogy hát a Závada könyve az nem jól írja le, mert hát az én apám nem hívta össze a családot, hogy ezt megvitassák. Az én apám egyedül eldöntötte, és akkor jött össze a család, amikor már csak alá kellett nekik írni. Úgyhogy ez lehet, az egészet én találtam ki, hogy itt miféle egyrészt az alkuval el lehet-e hinni, amit a Kurt Becher ajánl, vagy nem lehet elhinni. Szabad együttműködni, és ha együttműködünk, és szerződést aláírunk, bízhatunk-e benne, hogy amit ő ígér, azt be is fogják tartani. Hát ebben feltétlen kellett, hogy legyen vita, mert hát azért egy-két megjegyzésből kiderült, hogy nem mindenki bízott benne, hogy egyáltalán jó, hát lesz egy szerződés, de minket meg majd visznek a Mauthausenbe, vagy mi lesz. Volt félelem, volt szorongás, és hát én ebből azt gondoltam, hogy volt vita is. Volt, aki jobban hitte, volt, aki kevésbé hitte. És az is tény, hogy volt egy alternatív ajánlat téve, de az bátortalan volt, addig nem jutott el, mint az én regényemben, hogy egy fegyveres magyar tiszt akarta volna megakadályozni a családnak a távozását. A budaörsi repülőtérről, különben se budaörsről repültek föl, hanem majd Bécsből, addig vonattal mentek, szóval, hogy jó, meg autóval.
Vannak ebben a történetben fiktív elemek, de azt gondolom, hogy hát nyilván azért is csináltam ilyen vitákat, mert nem kerülhetők meg bizonyos morális kérdések, tényleg nem, mert hát bizony, amit úgy foglalhatunk össze, hogy Zsolt Béla a Haladás című labban ugye nagyon élesen felvetette, hogy az aradi rabbi unokája Korin Ferenc, az is hát felvethető az a kérdés, hogy kollaborált. Mert nem volt neki kötelező pengő milliárdokat vagy milliókat keresni a németekkel való üzletelésben, amikor még nem volt kötelező. Később meg már nem engedték ebből az alkuból őt kilépni. Tehát nem lehetett azt mondani, hogy ja, bocs, mostantól fogva inkább az angoloknak szállítunk repülőgépeket meg tankokat, mert azokat jobban szeretnénk. Ugye ez már nem ment. Ugye a 30-as... De volt egy erős vita, és a Fenyő Miksának kellett megvédeni a Zsolt Bélával szemben. Az egy morális vita volt, hogy lehet őket elítélni, megítélni. Ugye a 30-as évektől volt ez az üzleti kapcsolat, legalábbis ha jól tudom, akkor ez nem csak a könyvedben van így, hanem valóságban is így volt. Zsuzsa, hozzád fordulnék, hogy mindezt te, mint olvasó és úgy értelmező, hogy fordítottad magadnak, kollaborációnak? Hát én tényleg csak az olvasó voltam, és nem a morális ítélőbíró, úgyhogy én mindig óvakodnék attól, hogy olyan helyzeteket ítéljek meg, amiben én hála jó Istennek még soha nem voltam. Viszont nagyon sok olyan példát olvastam, amiben emberek hasonló helyzetben voltak, mert ugyanazzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy ez egy olyan egyedi történet, ami nagyon ritkán fordul elő a világtörténelemben, ami nyilván igaz, mert Weiss Manfred művek egy volt Csepelen, és ekkor a vagyon is egy volt Magyarországon, de találkozhatunk azért olyan történetekkel, és hogyha ezt nagyon lecsupaszítjuk, akkor ez tényleg annyiról szól, hogy megengedhető egy aprónak tűnő engedmény, egy kollaboráció szál annak érdekében, hogy kivételezett legyek abból a közösségből, ahova egyébként tartozom. Most, hogy magamtól tartozom oda, vagy oda kényszerítettek, ez megint egy következő kérdés. Tehát ez egy rengeteg szálat és rengeteg apró dilemmát tartalmazó nyilván, és egyébként a holokauszt nem azért érdekes, mert mi történt, hanem azért, mert hogy az emberiség történetében a legtöbb ilyen erkölcsi dilemma az szinte egy ilyen kis csomóban minden jelen van, hogy tagja vagyok a közösségnek, hogyha nem akarok a tagja lenni a közösségnek, ha kívülről kényszerítik rám, hogy tagja legyek ennek a közösségnek, meddig vagyok köteles szolidaritást vállalni azzal a közösséggel, amivel egyébként nem vállalnék, hogyha nem lennének kényszerítő körülmények, meddig mehetek el a kollaborációban, mit kell megtennem a családom érdekében, mit kell megtennem az örökségem érdekében, mert itt azért az is egy kérdés, hogyha a nagyapám fölépítette Csepelt, akkor nekem meddig kell elmennem annak érdekében, hogy ezt megóvja. Ami ugye nyilván nem jelentkezik a mezőcsáti gettóban egy hasonló dilemma, de az, hogy adott helyzetben mit kell tennem, hogyha a gyerekemet is menthetem, akkor meddig lehetek én kollaborációmentesen erkölcsös, én ezeket nem merném megítélni, ezeket a kérdéseket. Minden esetre szerintem az jó, hogyha olvasunk ilyen kérdésekről, mert segít nekünk, hogy túléljünk egy hasonlót. Már nem abban segít, hogy elérjük, hogy túlélhessük, hanem abban, hogyha ilyen helyzetbe kerülünk, addigra már legalább gondolkodjunk róla. Ugye a család végül kijutott, viszont mielőtt még erre rátérnénk, hogy mi lett velük, és egy kicsit ezt nézzük, még egy személyt szeretnék beidézni, akit említettél is, Kurt Becker személyét, aki ugye SS alezredesként van jelen, és hát az üzletnek a bonyolítója, aki aztán később ugye megúszta a háborús bűnös pert is. Hogy lehetett ez? Sőt, még nem csak, hogy megúszta, hanem több mint 94 évesen meglehetősen jó anyagi körülmények között jócskán meglehetősen hunyt el. Hogy lehetett ez? Mi, hogy lehetett, hogy nem lett háborús bűnös? Igen. És az, hogy lehetett, hogy nem lett embermentő? Mert azt gondolom, hogy itt a történetnek ez a két végpontja van, amin Becher gyakorlatilag mindenki a saját erkölcsi rendszere, olvasata alapján bőséggel tologathatja ezen a mezőn, hiszen ő megmentett 40 embert.
Hát meg nem csak, meg a Kastner vonatot is. Ugye a Kastner Ezső volt a fő mentőtanúja a Nürnbergi perben, őt elővették, hát magas rangú, nem csak tisztként, hanem a beosztásánál fogva, meg amilyen feladatok voltak rábízva, ő volt az SS magyarországi, vagy csak budapesti, most már nem tudom, gazdasági főnöke, és hát ezeket a bizniszeket vele csináltatta meg a Himmler, aki közvetlen, bizonyos tekintetben közvetlen főnöke volt. Itt volt egy ilyen a Göring műveket kiszorítani akaró konkurencia harc is, hogy nem a Göring tegye rá a kezét a Csepel művekre, hanem a Himmler, és az ő embere, ő hűséges embere volt a Kurt Becher, és hát az SS-nek bizonyos, hát üzleti érdeke is főződött hozzá, nem csak katonai érdek, hanem hát itt szerintem több emeletes biznisz készült. Tehát hogy szerintem Becher azzal is, nem tudom, ez bizonyos tekintetben feltételezés lehet, hogy te többet tudsz erről, hogy azzal is meg volt bízva, hogy a saját zsebünkre is dolgozzál, mert hát mégiscsak kellett azzal számolni, hogy Németország összeomlik, és a háború elbukik, és most akkor majd mi lesz velünk, és hogyha lehet, akkor lehetőleg nyereségesen kerüljünk ki ebből, ne pedig csak felelősségre vonás, vagy nem tudom én, életünk végig tartó börtön, vagy kivégzés, hanem adott esetben várjon egy kis tőke minket. És szerintem a Becher ezzel is meg volt bízva, és amikor leszereltette aztán a csepeli gyárakat, ő ebből tudott tőkét kovácsolni, induló tőkét magának, amikor gyakorlatilag egyedül maradt, ugye a főnökeit már kivégezték, és volt olyan szerencséje, hogy tekintve, hogy ő vele kellett kialkudni annak a vonatnak, a belépti díjait is neki kellett leperkálni, amit a Kastner vonatnak nevezünk, ahol hány ember volt? 1600 valamennyi, és fejenként volt 1000 pengő. És hát ezt neki kellett adni, és akkor ezt a Kastner Ezső úgy alakította a tanúvallomást, hogy ez tulajdonképpen a Bechernek a jó indulatán múlott. Tehát az egy mentő akció volt, a pénz az teljesen mellékes, az vagy nem volt annyi, vagy az a költségekre kellett, tehát az nem az övé lett. És sikerült fölmenteni őt. És a Bechert fölmentik, és a Kastnert pedig pár évvel később Tel Avivban a nyílt utcán lelövi valaki. Igen. Aki nyilvánvalóan ezt más erkölcsi megítélés alá helyezi. Tehát ez egy nagyon-nagyon sok oldalról közelíthető történet. És akkor még említettük Göringet, a Göring testvére pedig embermentő tevékenységet végzett. Tehát, hogy azért még egy név is két irányú. Hadd mondjak valamit a Kastner vonatról, és talán azért is szeretném ezt mondani, hogy tényleg egy unikális történet a Weiss-Manfred családjának, leszármazottainak ez a menekülés története, de a Kastner vonaton is viszonylag sokan megmenekültek, és ott ugyanezek a dilemmák játszottak le. Én nem olyan régen találkoztam egy olyan családdal, akik 1944 óta nem álltak szóba egymással, most már az unokák újra megismerkedtek nálunk egyébként a múzeumban, mert a múzeumnak ilyen mentális szerepe is tud lenni, vagy... és ez azt gondolom jó, akik 44 óta azért nem álltak szóba, mert a család gazdagabbik fele befizette magát a Kastner vonatra. Voltak olyan kapcsolataik, hogy el tudtak menni a Kastner vonaton Svájcba. Ez ugye a menekülést jelentette annak idején, aki felkerült a vonatra, annak, és a testvérek nem. És ez 1944-től gyakorlatilag idén februárig egy elképesztő veszekedést, egyszerűen nem álltak szóba a családtagok egymással. Tehát ez ugyanaz az erkölcsi, etikai, morális dilemma, mint amiről az előbb beszéltünk. Itt ugye a Pali regényében ez viszonylag azért talán kicsit enyhébben jelentkezik, mert hogy itt a Lola
megy vagy nem megy, aki a szeretője az Alfrednak. De hát tulajdonképpen ugyanezzel találkozunk. Miért nem jön Lola? Tehát miért hagyjuk Lolát hátra? Hát meg a Juditnak, aki nálam Judit, a felvetése, hogy hát ha már Corinne Fair ilyen ügyesen kialkudott 600 ezer dollárt is zseppénznek, akkor talán ennek egy részéből lehetne még megvenni emberek életét. És hát ez én egy halvány utalást találtam erre csak, hogy ezt tényleg fölvetődött, de aztán ebből nem lett semmi. De hát föl is vetődhetett, és lehetett volna olyan álláspont is, hogy nácikkal nem bizniszelünk semmilyen körülmények között, semmi áron, nyilván az is egy szélsőséges. Hát meg akkor kezdjünk veszekedni azon, hogy is ki fogja összeállítani a népsort, és akkor mikorra, meg hogy fogjuk azt elintézni, akkor nekünk elúszik ez a lehetőségünk, holnap után már utazni kéne. És nincs idő most ilyesmilyen foglalkozni. Akkor tegyél letétbe, nem tudom én, a felét annak a pénznek legalább. Adod a, nem tudom én kinek. Kastnernek. Csináljon még egy vonatot. Végezetül a család további életére kérdeznék rá, hogy kijutottak, és aztán utána új életet tudtak kezdeni, és új karrier. Állítólag mindenki csodálkozott. Én nem tudom, hogy ez, hogy a Becher betartotta a szavát. Talán nem az összes pénzt adta át végül. Ezt most már nem tudom biztosan. Állítólag nem. Igen, 200 ezeret kaptak meg a 600 ezerből. És voltak viták, meg nem tudom, nehézségek azzal, hogy hát az amerikai vízumot megkapni, ott fölvetődött a kollaboráció kérdése, és ott az egyik ügyvédet azt nem megfelelően bántak vele, és hát ott bizonyos megjegyzések és vallomások azért megnehezíthették volna az ő vízumhoz jutásukat, de végül nem nehezítette meg a Hoch nevű ügyvéd sem. Úgyhogy sikerült nekik Amerikába jutni, tehát Lisszabonban és Estorilban éltek, meg néhányan Svájcba kerültek először. És legtöbben aztán Amerikában, New Yorkban vetette meg a lábát, Corinne Ferenc újabb vállalkozásokba kezdett, a háza a Park Avenue-n, az emigráció központjának számított, rendkívül nagyvonalú volt, mindenkin segített, mindenkit befogadott, és még Magyarországra is küldött, tudom én, jótékonysági csomagokat később. És hát így központja volt, nem tudom, ennek a mai napig tartó emigrációnak még ma is emlegetik, meg a család többi tagja is, hát itt nem tudom, magyar könyvtár, magyar, nem tudom én. Tehát ez ottan létezett, és hát közben pedig nem nagyon tartottak ők ilyen nagy távolságot. A korabeli politikai elitnek odavetődött rokonságon kívüli tagjaival is, vagy sem, nem tudom, hogy kezdtem a mondatot, tehát, hogy ott volt Kálai Miklós miniszterelnök, mint jó barát szintén ebben a körben, és hát amíg még Portugáliában voltak, addig Corinne anyagilag is támogatta Horthy Miklós családját. Az életük hátralévő részében a megélhetésüket komoly összegekkel támogatta. Nagyon hálás volt ezt amikor távoztak és az üzletet nyélbe ütötték, egy hatalmas levélben is megköszöntek Horthynak, Corinne Ferenc, pedig hát nem a Horthy mentette őt meg a családot. Ha leszármazottak, Kat emlegetjük, akkor említsük meg azt a két könyvet, ami nyilván Palinak is forrása, meg ami nem olyan régen jelent meg, és megvilágítja egy kicsit a történetnek egy-egy részét. Szegedi Maszák Mariannak, aki Kornfeld leszármazotta. Nem. Ki az anyja? A Weiss Marian az anyja, Kornfeldné az anyja, vagyis a nagyanyja. És Szegedi Maszák Aladár volt az édesapja, aki a Hanna nevű lányát vette el,
a Kornfeld Móricznak. És a nagymamája azonos Kornfeld Tamás nagymamájával, akinek szintén nem olyan régen jelentek meg a visszaemlékezései, vagy az emlékiratai, illetve említsük meg még szerintem, mivel egy múzeum épületében vagyunk, Márta Nierenberget, aki kitartóan pereli a Herzog örökösként a Szépművészeti Múzeumban lévő családi festményeit, és hogyha látták a Hölgy Aranyban című filmet, akkor el tudják képzelni, hogy mi történik. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kinyitjuk az asztalt, viszont mielőtt átgondolják, hogy milyen kérdésekkel fognak beszélgető társainkhoz fordulni, addig gyorsan mondanék pár program lehetőséget, és utána pedig elindulok a mikrofonnal. Október 30-án lesz az Írók boltjában a Hajó a ködben című kötetről egy következő beszélgetés az Éskvártett kapcsán, vagy azon belül, tehát ezt is ajánljuk figyelmükben. Illetve szeretném, hogy egy kicsit a Zsidó Múzeum kiállításairól is tennél egy pár említést. Itt a Petőfi Irodalmi Múzeumban hamarosan egy új kiállítás fog nyílni. Két kiváló múzeológusa, a kurátora, El Csorba Csilla és Kalla Zsuzsa, a Petőfi Kultusz alakváltozatai címmel, tehát ezt is kövessék majd figyelemmel. Asztali beszélgetésekre legközelebb november 7-én egy másik helyszínen, a Klebersberg Klúriában kerül sor, Macon Ákos Munkácsi díjas képzőművésszel fogunk a művészetről, illetve annak a kérdéseiről beszélgetni, illetve a következő asztali beszélgetésünk a Petőfi Irodalmi Múzeumban az november utolsó csütörtökén lesz, amikor az Égre írja minden összetört címmel Radnóti Miklósra fogunk emlékezni. Ekkor Ferenc Győző lesz a vendégünk, aki segít minket az emlékezetben, illetve a Radnóti Miklós munkásságának, illetve üzenetének feldolgozásában. Tehát ezeket is ajánljuk figyelmükben, és akkor én elindulnék a mikrofonnal. Arra kérném, hogy jelentkezzen, aki szeretne hozzáfűzést, kérdést feltenni, és összegyűjtjük a kérdéseket, és utána fognak beszélgető társaink válaszolni. Azt kérem, hogy mivel hogy említettem, hogy az idővel rosszul sáfárkodtam, hogy önök viszont jól sáfárkodjanak, és lehetőleg szűk kérdéseket, illetve hozzászólásokat tegyenek fel. Köszönöm szépen. Egy rövid kérdés, hogy Jászi Oszkárhoz való viszonyról valami tudható-e, lehet, hogy ez csak az én tudatlanságom, és ezt arra tekintettel is kérdezem, hogy a háború utáni pogromok beli antiszemita utitás kapcsán az igazság, hogy nekem eszembe jut az a antikapitalista retorika, amit Jászi használt, amiben hát sűrűn előfordult a zsidó, és igen, tehát, és ugye itt ugye a zsidó kapitalistákról van szó. Köszönjük szépen. Van-e még kérdés, hozzászólás? Igen, még ott megyek. Én egy nagyon praktikusat szeretnék kérdezni, nem tudtam megvenni, egy hónapja szeretném megvenni a regényt, és nem tudtam, és előjegyezték, és ma jött a levél, hogy sajnos nem tudok hozzájutni. Úgyhogy én azért nem tudtam elolvasni, mert nem tudtam megvenni. Még mindig nem lehet kapni? Nem, nem Jézus lehet kapni. Már. Szóval nekem nem, egyáltalán nem örülök ennek. Tehát, hogy az történt, hogy ugye a kiadó megrendelte az utánnyomást időben, és a nyomda pedig egyszer elfeledkezett róla, és amikor a kiadó reklamált, hogy már itt kéne legyen, akkor kapta kézhez. De ennek már több hetet? Azt hittem, hogy ez most már... Hát ez nem jó. Ha nem még köszönöm, esetleg hozzászólás...
Én azt szeretném megkérdezni, mert az Ádám nagyon ráment az emlékezet politikának arra részére, hogy itt a keresztény egyházak mit tettek, mit nem. Pedig ha az ember a könyvet olvassa, és ideje is van, akkor rá tud keresni arra, hogy az emlékezett politikai visszásságok kapcsán nem csak a Kamenyec-Podolszk ügyében teszel föl kérdéseket, hanem nagyon sok más esetben is. Itt a Becher ügye az fölvetődött, de ugye azt tudjuk, hogy a magyar kommunisták üzleteltek a Becherrel kőkeményen. Ugye az is érdekes, hogy a holokauszt irodalom nagyon sokat foglalkozik a nem zsidók felelősségével, nyilvánvalóan helyes módon, de mondjuk a zsidó emlékezet politikában akár a 60-as, 70-es évekbeli magyar kommunista gyakorlata az egykori nácikkal kapcsolatban, vagy akár a Weiss-Manfrédékkal kapcsolatos emlékezett politika a zsidó közösségen belül itthon Magyarországon, ha erről tudnátok valamit mondani, az érdekes lenne. Köszönjük szépen, és akkor még itt egy utolsó kérdés. Az anyanyelve miatt kérdezem, szlovákul nem próbált meg, hogy nem írt soha? Hát írni nem ilyesmi. Tudok. Örülök, hogy megértek néhány dolgot. Nekem... Szakom maga is így van vele, mint én. Hát amikor az ember nem az anyanyelvét tudja legjobban. Tehát én kisgyerekkoromban édesanyám tanított szlovákra, és a nagyszüleimmel tudjak beszélgetni, de hát ez a tótkomlósi tájszólás volt. Egy archaikus rétegnyelv. Annak nagyon örültem, mert én is ilyen rétegnyelvet beszélek, ha hozzájutok néha a falumban. Az melyik? Mátra Szent Imre. Nem igazán a falu, ja. Mi 45-ben települtünk oda be, tehát a gyerekek között mi voltunk az egyetlen magyar család, és igen. Gyakorlatilag anyanyelvi szinten tanultam meg tótul. Igen, elnézést. Ott is beszélnek. Köszönjük szépen, és akkor tietek a szó. Hát elkezdem én, szerintem a Zsuzsa okosabb lesz nálam. Nem igazán tudok válaszolni a te kérdésedre. A Jászi Oszkárnak ugye, hát persze, hogy voltak ilyen kiszólásai, és nyilván ebben bizonyos forradalmi időkben szigorúbban fordult a maga gyökerei felé is, és ebben a baloldaliságban egyébként én hallottam erre utalást, de egyáltalán nem találkoztam ilyen formában. Tehát azt nem olvastam, amire te utalsz. De hogy ez mennyire tudott elterjedni az ő antiszemita, antikapitalizmusa, ha jól értem ezt, azt a felől azért vannak kétségeim, tehát nem hiszem, hogy az egy mozgósító erővel bírt volna, vagy hogy a szélsőjobbnak erre pont a Jászi Oszkárra lett volna szüksége, hogy megtalálja maga antiszemita jelszavait. Úgyhogy én erről az összefüggésről nem tudok. Talán a Zsuzsa tud. Én sem tudok, de mivel az Irodalmi Múzeumban ülünk, ezért Lesznai Annának A kezdetben volt a kert című regényét szeretném javasolni, amivel bőséggel ír a Jászival való kapcsolatáról, hiszen hát az is egy, ugye azt nem emlegettük, mert nyilván nem ezért jöttünk ide, hogy Lesznai Annát emlegessük, de az is egy ilyen nemzedéki nagy regény, ami az ő zsidó gyökereiről, a körtvélyesen eltöltött Moskovic Gejzának a lányaként. Tehát nyilván minden név meg van benne változtatva, de föl lehet ismerni Jászi Oszkárt is. Most nem emlékszem, hogy éppen hogy van kódolva, mert kb. 30 éve olvastam. Úgyhogy. Ami viszont nehezebb kérdés, és köszönöm, mert hogy, de nem fogok tudni válaszolni, hogy a zsidó emlékezett politika hogyan bánik el a maga kollaboránsaival. Mégpedig azért nem fog tudni válaszolni egyrészt, mert szerintem erről egy háromnapos konferenciát lehetne rendezni, és ez még bevezetésnek is kevés, amit én erről tudok mondani. Maximum a sajnálkozásomat tudom kifejezni, hogy ezek a kisközösségi
történelemről vallott nézetek, ezek mindig hordoznak magukban egyfajta ilyen kincstári optimizmus. Pont erről beszélgettünk egyébként Ádámmal, hogy miért tudunk mi mindig csak a jókra büszkének lenni, és miért nem tudunk szembenézni, miért hangsúlyozzuk túl a közösség életünkben azokat, akikre büszkék vagyunk. És én azt gondolom, hogy ez szinte minden kis közösségnek, vagy kisebb közösségnek, vagy akár nagyobbnak. Szóval ez az igazi közösségi emlékezetben van komoly szerepe annak, hogy mi megállapítsuk, hogy kik a mi idoljaink, ki az, akikre mi büszkék vagyunk, mert akkor az elkövetkező nemzedékek tudják, hogy mi az az értékrend, amihez csatlakozni kell. Viszont ugyanakkor valóban el kellene végeznünk egy olyan munkát, amivel egyrészt feltárjuk nem csak azt, hogy mi történik a háború alatti kollaborációval, mi történik az azt követő kollaborációval, mi történik az azt megelőző kollaborációval, mi történik azzal az összes erkölcsi etikai dilemmával, amivel tulajdonképpen minden ember szembesül, és ez most teljesen mindegy ilyen szempontból, hogy a zsidó közösség pont egy zsidókat sorsukban érintő kérdéssel kapcsolatban nyilatkozik meg, vagy bármi másról. Én nagyon szeretném, hogyha létre tudnánk hozni, én ezzel most egy ideje, nem szeretném elspoilerezni, de egy ideje dolgozunk azon, hogy megpróbáljuk összegyűjteni azokat a válaszokat, azokat a véleményeket, amivel a zsidó közösség ezzel a kérdéssel, nem csak ezzel a kérdéssel, de bizonyos történelmi szituációkkal, és ugyanígy ez lehet egyébként az emancipációs törvény elfogadása kapcsán is, nagyon sokféle vélemény volt, de hát ugye a történelem, vagy a jelenkor urai uralják a történelmet is, vagy nem tudom, hogy van ez olyan szebben, ennél jóval szebben megírva, azt nem tudom. Azt viszont tudom, hogy van ez egyik kedvenc talmudi bölcsem, aki mindig azt mondja, hogy mi nem úgy látjuk a dolgokat, ahogy vannak, hanem ahogy mi vagyunk bennük. Tehát, hogy igen, tehát az, hogy mi hogyan szemléljük a történelmet, az mindig rólunk árul el többet, és nem a történelemről. Tehát az egész történelem egy fikció tulajdonképpen, azt gondolom. Nem csak az, amit a Pali ír, hanem az is, amit a történészek. Mert nyilván arról szól, hogy mi hogyan identifikáljuk önmagunkat, és mi mit szeretnénk látni a történelemben. Ami nyilván egy nagyon hosszú, és a dogmáktól elszakadni kívánó folyamat kell, hogy legyen. Tehát nehéz munka, viszont sokkal érdekesebb, mint megállapítani, hogy mi történt. Úgyhogy azért köszönöm a kérdést, mert akkor ezzel én most ugyan válaszolni nem tudtam, viszont újra felhívja a saját figyelmemet is arra, hogy ezzel kell foglalkozni, és nem mással, mert talán senkit nem érdekel. Már nem a holokauszt háború, nem a holokauszt alatti zsidó kollaboráció kérdésével, nem, mert az engem speciál egyáltalán nem érdekel, hanem azzal, hogy a történelemnek ez a sokdimenziós szemlélete, ez egy fontos dolog, és az, hogy csak diszkurzivitáson alapuló múzeológiai gyakorlat lehet például folytatni, az például azt a véleményemet megerősítetted. Úgyhogy köszönöm. Hát én is örülök a Prüle Gergely kérdésének, mert hirtelen rávilágított arra, hogy nekem volt ugyanolyan regényem, amikben hosszú időn keresztül kísértem nyomon, követtem nyomon hőseim sorsát, de speciál ez nem, mert ez szándékosan van elvágva egy ilyen sejtelmes véggel, és csak néhány utalás van a jövőre nézve. De hogyha egy ilyen Kurt Becherhez hasonló figura szerepel, vagy meg van rajzolva, hogy annak azért lehet, hogy, mint ahogy a Zsuzsa most számomra meglepő módon fogalmazott úgy, hogy ez engem egyáltalán nem érdekel, mármint téged, az a fajta kollaboráció, hogy lehet, hogy nem is ez a legizgalmasabb, lehet, hogy nem ez a legérdekesebb része mondjuk a Kurt Becher életének, mert ezt egy ilyen, mint hivatalnok jó ügyesen lezavarta ezt az alkut, az ő szempontjából ez egy sikeres dolog, a Kastnerrel is jól alkudott meg, a nem tudom mi, meg lovakat is jól rekvirált, ő nagyon szeretett lovagolni, és ez volt a mániája. És utána következett az izgalmas rész, amikor őt perbe fogták, amikor Nürnbergbe került, amikor a Kastnerrel kellett kialkudnia, és utána a túlélőkkel gyakorlatilag, és nyilván zsidó befolyásos emberekkel is
ki kellett alkudnia a maga jövőjét és az életének a folytathatóságát, és ebben valószínű, hogy hát egészen elképesztő alkudozások mehettek végbe, egészen addig, amire a Gergely utal, hogy hát a Rákosi és főleg a Kádár rendszernek a külkereskedői, azok közvetlenül a Kurt Becherrel alkudoztak. Tehát vele álltak kapcsolatba, ő volt a legfőbb nyugat-német partner. A nem tudom milyen impexeknek, a melyik szakembereinek. Lehet, hogy olyanoknak is, akik korábban a Kassner vonaton ültek, és esetleg ismerték személyesen is. Ezt most így speciál személy szerint nem tudom, hogy kik és hogyan. És akkor azt mondta, hogy akkor ez most, na, és akkor tegyük fel a kérdést, hogy ez mennyire fölháborító. És igaza van-e annak, aki azt mondja, hogy de hát az élet megy tovább, hát mindnyájan a saját előnyeinket keressük, és itt találkozunk. És nekik is jó, hogy eladhattak nekünk. Ők is azt a figurát dobták be, aki legjobban ismerte a magyar viszonyokat, meg mi is, és tudtak üzletet kötni, és a Magyar Népköztársaság lakóinak javára kötöttek üzleteket. És lehet, hogy nem is a saját zsebükre, nem is olyan undorító módon dolgoztak, mint ez manapság szokásos. Nem tudom. Úgyhogy ezek érdekes kérdésfeltevések, azért mondom regényírói szempontból is. Nagyon szépen köszönöm a kérdéseket, és köszönöm szépen Toronyi Zsuzsannának és Závoda Pálnak, hogy gondolkodhatunk közösen a Hajó a ködben című kiváló kötetről, és várjuk a Závoda Pál folytatást, és befejezésül meg még kérlek, Zsuzsa, hogy említettem, viszont nem kérdeztem rá, hogy milyen kiállítások vannak most nálatok. Köszönöm szépen a kérdést. Kiállítás nálunk egész picike. Időszaki kiállítás van most csak, de nagyon érdekes, egy családi hagyatéknak egy kortárs képzőművész általi feldolgozása. Tranker Kata az, aki a Hochstetter családban fennmaradt több doboznyi fényképből megihletődött, és csinált belőle egy nagyon érzékeny, nagyon szép kis kiállítást. És hogyha eljönnek oda megnézni azt, akkor mögötte láthatják azt a Munkácsi család kiállítást, amelyik családban ez a Kassner vonatos történet lejátszódott, és erről is szó van a kiállításban, csak hogy még egy dilemmával több legyen. De hogyha nem tudnak addig várni, hogy eljöjjenek hozzánk, akkor jöjjenek vasárnap a budai Pagonyban, van a Bartók Béla úton a gyermekkönyvkiadónak, a Pagonynak egy könyvesboltja, ahol be fogjuk mutatni azt az új múzeumpedagógiai foglalkoztató könyvünket, ami így elég jó, szerintem. Úgyhogy én nagyon örülnék, hogyha minél többen megismerhetnék. Már létezik, használtuk, eddig csak angolul volt meg, de most megvan a magyar változat is, ami nyilvánvalóan nem csak egy fordítást jelent, hanem egy kulturális fordítást is. Úgyhogy aki szeretne gyerekeknek nagyon érdekes dolgokat venni múzeumról, annak tudom, a jelenlegi kolléganőm Dancz Vera készítette ezt a könyvet, úgyhogy ez a legközelebbi programunk, ez vasárnap lesz. Azért mondhatom ezt, mert hogy párhuzamosan van egy programunk, tehát a kollégák most éppen egy zárás utáni bulit tartanak, ami egy exkluzív tárlatvezetés, de hát ezt nem tudom ajánlani, mert mindannyian itt vagyunk, tehát ott már nem lehetünk. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy itt voltak, és együtt gondolkodhattunk dilemmákról és helyzetekről. Köszönjük. Szép estét kívánunk.